Helgával fogunk beszélgetni, úton vagyok, vlogot vezet. Szia Helga, köszönöm a lehetőséget. Mit kell rólad tudni, hol vagy most, hogy kerültél oda? Mesélj nekünk, kérlek. Sziasztok, én is köszönöm a lehetőséget. Demeter Helga vagyok, színésznő, és jelenleg Dániában élek, az Északi-tenger közepén, egy kis szigeten, az a neve, hogy Szamsző, és egy olyan utazásos vlogot kezdtem el a YouTube-on, egy olyan csatornát, ahol különböző helyszíneket próbálok meg bemutatni a saját perspektívámból, információkkal, élményekkel. Mondhatni, hogy egy szokásos utazásos vlog. Annyi talán a különbség, hogy én nem nyaralásokat filmezek le, hanem én életvitelszerűen utazom egyik helyszínről a másikra. És akkor ez ad némi különbséget talán. Hogy kerültél erre a szigetre? Hogy jött ez? Mert azért tényleg egy kicsi szigetről beszélünk, mert ugye mi előtte azért beszélgettünk, és mondtad, hogy itt azért elég kevesen élnek, de hogy kerültél oda? Úgy kerültem ide, hogy 2016-ban az akkori párom nővére tudott egy munkalehetőségről. Epert szedni jöttem ide ki, és ez akkor 6 hét volt, és nagyon izgalmasnak tűnt, hogy 5-6 hétre kiköltözhetek egy szigetre. Ez ugye kicsit hosszabb, mint egy nyaralás, és mégis kevesebb, mint egy külföldön élés, tehát valahol a kettő között van. És sátorral, barátokkal elindultunk a nagyvilágba, megérkeztünk ide Dániába, úgyhogy nagyon izgalmas volt így a 20-as éveink elős közepén ilyen kalandokba részt venni. És akkor kijöttünk 2017-ben is, 18-ban is, és 18-ban már azon gondolkodtam, hogy szeretnénk egy utazásos vlogot elindítani, és úgy döntöttem, hogy nem várok tovább a csodára, hanem egészen egyszerűen elkezdek felvételeket csinálni, úgy, ahogy én azt gondolom, hogy jó tud lenni, úgy, ahogy én felvételeket tudok csinálni. Vettem egy stabilizátort, és elkezdtem, mivel ezt a szigetet ismertem, ezért teljesen egyértelmű volt, hogy erről a szigetről fogok csinálni először egy kis feltérképezést. Ugye azért, amikor az ember elindul így külföldre, és te is elindultál, mert így döntöttél, milyen szintű nyelvtudásod van, tehát mivel indultál el? Én angol beszélek, középfokú angol nyelvvizsgám van, egyébként azzal már bármit lehet, de a nyelvvizsgámat az például még csak most januárban szereztem meg, pedig már 4-5 éve külföldön dolgozok, úgyhogy beszélni folyékonyan tudok, és ennyi bőven is elég arra, hogy az ember külföldön dolgozzon. Egyébként. És 2018-ban említetted, hogy busszal indultál vissza ugye erre a kis szigetre. Mesélj erről, mert azért egy elég nagy túrának tűnik ez. Igen, az egyik epizódban ugye ez be is mutatott, de mesélj pár szóban, hogy ez hogy jött mégis, miért busszal, meg hogy egyáltalán ez a távolság, ez hogy élted meg? Az előtti években mindig társasággal jöttünk, mindig többen jöttünk, és az 5-6 hétre, amire ide kiköltöztünk, arra mindig csomagoltunk magunknak élelmiszert. Ezzel is megpróbálva egy elég nagy részét megőrizni a fizetésünknek. És 2018-ban egyedül indultam el, mert valahogy a többiek lemorzsolódtak, és meg kellett oldanom azt, hogy egy viszonylag nagyobb súlyt el tudjak magammal hozni. Nagyon sokba kerül felvinni a repülőre, ezért úgy döntöttem, hogy az olcsóbbik megoldást fogom választani, és igen, felülök egy buszra, igazából vagy háromra, és átszállásokkal, de 34 óra alatt, de meg fogok érkezni a szigetre, ami nagyon rossz ötlet volt, mert jó, persze, ameddig a buszon ülök, addig ugye nem cipelem a cuccot, de azért 34 órát zögykölődni egy távolsági busszal, hát szóval meggondolnám újra egyébként, hogy elinduljak-e. Meg az ember autóval jön, akkor könnyebb, megállsz, kiszállsz, nem tudom, de akkor is nagyon hosszú. Tehát Franciaországba szoktunk menni autóval, még az a 18 óra is nagyon hosszú. Úgyhogy így. Ez erről szól egyébként, igen, az első része a sorozatomnak, a
a debüt, a premier, az pont ez, hogy éppen próbálok valamilyen érdekes megoldással visszajutni ide a szigetre. Mit tudnál javasolni azoknak az embereknek, akik azt mondják, hogy esetlegesen ők is bevállalnának egy ilyen hosszabb utat, akár Dániába, vagy akár ugye más országba busszal, hogy mire készüljenek? Tehát mi az, ami mindenképpen legyen náluk? Tehát neked milyen tapasztalataid voltak, amire azt mondod, hogy mindenképpen tanácsolnád másoknak, hogy fogadják meg? Hát legyen náluk türelem, meg legyenek felkészülve arra, hogy iszonyatosan kényelmetlen lesz. Tehát a legszuperebb, legkényelmesebb buszban is iszonyatosan kényelmetlen. Az egyik busztársaság, ami járja Európát emeletes buszokkal, az egyik ilyen busztársasággal mentem én is, és ha nagyon hosszú útra mész, tehát mondjuk ilyen tényleg ilyen 16-18 óránál hosszabb, akkor igenis érdemes azt a 3-4 ezer forintot, vagy nem tudom, 900 forintot, vagy mennyit az ülőhelyért ráfizetni a jegyedre. Mert például az emeletes buszok első 4 széke az sokkal kényelmesebb, mert ott teljesen ki tudod nyújtani a lábadat, vagy az emeletes buszok alsó szintje, ahol esetleg van asztal, az is sokkal kényelmesebb tud lenni ennyire hosszú úton. Tényleg, hogyha ilyen hosszan mész valahova, akkor érdemes ezeket a plusz összegeket is beleszámítani. Biztosítást is kötni, mert folyton eltűnik valami, nekem tört már el csomagom az utazás közben, nem is egyszer. A repülős utazásaimon is törték már el a bőröndömet, úgyhogy ilyenekre érdemes felkészülni. Tehát ezeket nem szabad belőle kisporolni, ezeket mindig hozzá kell számolni. És hogy láttad így a társaságot, akikkel így utaztál? Tehát azért ugye ez egy hosszú idő, meg ugye váltakozott is, mert mondtad, hogy ugye így azért több ilyen részből tevődött össze, hogy mennyire türelmesek az emberek, vagy hogy mennyire tudtatok így úgymond együtt utazni az ismeretlenekkel? Hogy kell ezt elképzelni? Nem igazán alakul ki egyébként közösség, mert hogy egy ilyen hosszabb európai útvonalon nagyon sok megálló van, és hát ugye van, aki csak 4-5 órát utazik. Mi is azt hiszem, hogy először ugye megálltunk Prágában, aztán megálltunk aztán Pozsonyban is, Brnóban, Berlinben, és akkor valahogy úgy jutottunk föl Kopenhágába, szóval, hogy van, aki csak tehát, nem tudom, Prágából megy Berlinbe, hát inkább az ülőhelyekért vannak itt a nagy viták, hogy ki hova üljön. Úgyhogy ha neked tényleg van helyed, jegyed, akkor azt tudod így lóbálni, és tudod mondani, hogy légy szíves, álljál föl. Azért nem kedvesek az emberek egy ilyen utazáson. Mindenki megpróbál egyedül ülni, mindenki megpróbál kényelmesebben ülni, minél jobban elterpeszkedni. Úgyhogy be kell az ilyenekkel biztosítani magadat, hogy föl kell ébreszteni azt, aki a helyeden ül, amikor hajnalban megérkezel be, hajnalban Berlinben valaki felszáll, és le akar valahova ülni, akkor ott nagy harcok vannak, hogy ne arra, hogy ez az én helyem, tehát légy szíves, menjél arrébb. Ez érdekes, és például egy ilyen útra így hogy készültél? Tehát mi volt az, milyen étellel, mivel készüljenek mindenképpen az emberek, hogyha mondjuk egy ilyen hosszú útba bele akarnak vágni? Akár tudod, párnára gondolok, vagy miket tudnál javasolni? Ja, igen. Én nekem mindegyik hosszú utazásomnál a kis összecsomagolható, összefogható kis kompakt takaróm, az mindig óriási komfortot nyújtott. Az mindig, aki betakarózok, akkor is, hogyha nem fázok, attól olyan, mintha kényelmesebb lenne. Igen, vannak ezek a párnák, azok jók a repülőn, ahol mondjuk 3 órát utazol, és akkor egy kicsit hátra teszed így a nyakadat. De abból se jó mindegyik, tehát a legolcsóbbat abból sem érdemes megvenni, mert amikor a legolcsóbbat vettem, az például az én hosszú nyakamnak az nem volt elég nagy. Tehát, hogy érdemes a boltban is kipróbálni ezeket a párnákat, mert ami nagyon vékonykák egyébként a legolcsóbbak, és az nekem egyébként pont nem jó, mert így hátradől a fejem, ugyanolyan kényelmetlen. Sokkal-sokkal jobb szerintem, ha, és én ezt használom már régóta, van egy sátorpárnám, az egyik nagy üzletláncnak vannak különböző
márkájú sátrai és különböző kiegészítői, és ott egy sátorpárnát szoktam magammal vinni, mert az csak, ha félig felfújom, akkor még pont össze is tudom hajtogatni, és úgy tudom hajtogatni éppen, ahogy nekem tetszik, és ezek a külön párnák, ezek jól néznek ki, kicsit ide jobbra-balra rádöntöd a fejedet, de egy, igazán egy hosszú utazásnál kb. Ugyanolyan kényelmetlen, tehát akkor felesleges is őket elvinni. Megérkeztél akkor a szigetre, ugye, ahogy mondtad, már egyedül tértél vissza. Ugyanaz volt a cél, hogy pár hétre maradsz, vagy hogy vágtál ennek neki? Mik voltak a terveid? 2018-ban szintén 6 hetet voltam itt, mert utána rögtön elindultam Párizsba, tehát innen rögtön Párizsba mentem tovább, részt vettem egy hónapos workshopon, az Orient Theatre Dance Company rendezett egy workshopot, 4 hét, és innen rögtön odautaztam. Egy hónapot éltem Párizsban, és utána mentem tovább Németországon keresztül, megnéztem Ulmot, és akkor Németországon keresztül Memmingenből repültem Spanyolországba, Malagára, ott meglátogattam egy barátomat, és hát sajnos az utazás során a táskámban valahogy dobálták, nem tudom, hogy sikerült a stabilizátoromat tönkretenni. Úgyhogy mire megérkeztem Németországba, a nagy utazásos, vlogolós terveim, a 2 hónapos utazásom kellős közepén így szertefoszlott ez a vágy, úgyhogy se Németországot nem tudtam fölvenni, se aztán Spanyolországot nem tudtam. A malagai egyhetemet nem tudtam levideózni, úgyhogy azok nem lesznek benne a vlogomban, de úgy voltam vele, hogy utazni úgy is lehet, hogy az ember vlogot csinálna, eddig is úgy utaztam, szomorú voltam, de végül is akkor mentem tovább, és akkor ez 2018-ban, ez egy 2 hónapos időszak volt. És ott Párizsban jöttem rá egyébként először arra, hogy én nagyon szeretek táncosokat filmezni, ott a workshopon, én a 4. héten igazából már nem is táncoltam, csak azokat filmeztem, akik táncosok. Én is balettáncos voltam még gyerekkoromban, és abból szivárogtam át a színházba, de sosem voltam olyan igazán kiemelkedő jó táncos, csak mindig nagyon nagy szorgalommal és nagy szeretettel álltam hozzá. Ezért is mentem el a workshopra, fejlődés, stb. De rájöttem, hogy az a lány, aki a Juilliardról jön, ő egy kicsivel jobban tud táncolni, és nagyon jól néz ki a képernyőn is, úgyhogy inkább elkezdtem beállni a videó kamera másik oldalára. Itt volt egy kisebb ugye, kihagyás, mert ugye elkezdődött a színházi évad, és aztán már csak a következő márciusban mentünk el Grúziába, megnéztük a fővárost, és akkor ugye nyáron 2019-ben jöttem megint ide vissza Szamszőre, nyaranként, ugye most szeptemberben voltunk Franciaországban, aztán idén pedig voltam már februárban Berlinben, és voltam Londonban, és most meg akkor végérvényesen úgy döntöttem, hogy akkor megpróbálom az utazásaimra és a külföldön élésre áthelyezni a hangsúlyt. Mi a terved, hogy most ott fogsz maradni hosszabb távon a szigeten, vagy hogy tervezed az életedet, milyen céljaid vannak? Hát a célom az, hogy a videózást azt tudjam folytatni. Kaptam már megkereséseket, hogy csináljak videókat, akár egy Baranta Farmról, akár egy új, nem tudom, egy termékről a YouTube-ra. Ezeket is szívesen fogadom, de például az a kastély, ahol most dolgozom, az egy 1894-ben épült kastély, és remélem, 1996, nem tudom fejből pontosan, és az egész birtok egy vállalkozásként működik, ennek vagyok én is egyébként az alkalmazotta, csak én a kastélyban dolgozom, és az arisztokrata családnak segítek, és ők teljesen megtiltották azt, hogy bármilyen felvételt a kastélyból felrakjuk az internetre, de az az én hosszú távú tervem, vagy a legközelebbi hosszú távú tervem, hogy megpróbálok a következő hónapokban azért
valamilyen nyomást gyakorolni rájuk, mert egyedülálló a történetük ezen a szigeten, és hiába vagyok már itt 5. éve, még nekem is új újdonság volt az, hogy a sziget 25%-a az az ő birtokuk. És én ugye már végigcsináltam egy blog sorozatot erről a szigetről, és erről például fogalmam nem volt. És nyilván a kastély, amiben élnek, hát az olyan, mint hogyha egy filmben lenne berendezve egy jelenet, és az évszázadokra visszamenő családtörténetük. Egy marketing videónak a megvágása és a felvétele már olyan félúton van, olyan félúton vagyunk a tárgyalásban, úgyhogy lehet, hogy a marketing szekciónak a drónnal, meg az egyéb kameráimmal fogok tudni csinálni egy ilyen kis marketing videót. De nagyon-nagyon remélem, hogy végül is kötélnek állnak, és esetleg egy interjú erejéig sikerül őket, a házaspárt meginterjúvolnom, akár csak a nappaliukban, tehát akár csak egy szobában. És megengedik azt, hogy a csatornámra feltöltsek róluk dolgokat. Igazából a csatornámnak is ez lenne a lényege, ami egyébként az utazásaimnak a lényege, innen is indult, hogy nem úgy utazom, mint mások. Az utazásért utazom, ahhoz ugye pénz kell, sokkal-sokkal kevesebb, mint amire az emberek gondolnának. És olyan embereket ismerek meg a különböző idénymunkákon, akik pontosan ugyanezt csinálják, csak éppen nem blogolják végig. És akkor innen megvannak a kontaktok, és pontosan tudom, hogy egy adott országba hogy tudok eljutni, és ott mennyi pénzből tudok megélni. Tehát nagyon egyszerű, csak kell találni egy olyan munkát, amit egy ideig tudsz csinálni, egy 3-4 hétig, 5 hétig, 6 hétig, ugye ezekre nagyon jók ezek a nyári farmos, szedős dolgok, ez a mindegy, csak legyünk ott kapunk szállást, ott dolgozunk, lesz belőle pénzünk, és akkor utána megyünk tovább. Egy kicsit egy ilyen, az egyik YouTube csatornán hallottam ezt a kifejezést, egy digitális nomád, és ez igaz rá, igen, hogy az ember utazik, viszi magával a kis irodáját. Tenerifén van például, ja igen, ezt kihagytam, tavaly nyáron még voltam Tenerifén is, elfelejtem, hogy hol voltam. Teneriféről forgattam, de a Kanári-szigetekről, a 7 szigetről, a másik 6-ról nem tudtam forgatni, mert csak egy hétre mentem, mert szintén kezdődött már a színházi évad. És csak a barátaimtól hallottam, akik már éltek ott, hogy van egy barlangváros Tenerifén, ahol magyarok laknak. Tehát én csak nagyon közre voltam hozzájuk, de nem tudtam oda elmenni. Tehát például ez tervem, hogy a téli időszakban olyan országokba menjek, ahol nyár van. Például a Kanári-szigetekre is, hogy el tudjak tölteni egy 2-3 hetet akár ebben a barlangvárosban, és ezt be tudjam mutatni. Azt gondolom, hogy ezek érdekesek, legalábbis olyan videót forgatok, ami nekem érdekes lenne. Hogy az ember hogy szed epret, hogy szedi a szőlőt, milyen egy barlangváros, milyen csak úgy menni, csak úgy létezni. Ezek a videók, mivel kreált dolgok, ezért nagyon sok ember megkreálja magát a videókon is, és használunk filtereket, és használunk sminket, és használunk, én is a videóimban ugye vágok, és zenét, és mindent, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy olyan jeleneteket is be tudjak vágni, amikor nincsen rajtam smink, és nem nézek jól, és olyan vagyok, amilyen vagyok, megyek már 2 órája, megyek valahol a sivatagban, nem fog jól kinézni. Épp most évettem el egy erdőben. Nagyon sok utazásos vlogban azt érzem, hogy kihagyják ezeket az emberi tényezőket. Vagy teljesen érdektelenek számomra, hogy számomra idegen emberek miért... Hogy miért lenne számomra érdekes az, hogy idegen emberekről azt nézem, hogy megy a repülőtéren, vagy eszik valahol a világban, vagy hogy a barátaival jól érzi magát egy másik országban. Ez tök jó, tehát ez olyan, mint egy családi videót forgatnál. Nem érzem a létjogosultságát, hogy miért pakoljuk ki ezt az internetre. De mivel az internetre mindenki azt oszt meg, amit akar, ezért
nyilván minden videónak megvan a nézőközönsége. És akkor én meg ugyanígy ebben a metódusban kipakolom saját magamat, és próbálom információkkal azért megtűzdelni, hogy bemutathassam azért az adott helyszínt, aminek van félig egy ilyen Wikipédia hozatala, de ott van mellette a saját tapasztalatom. Ami az egyik legfontosabb, mert tényleg az egyik legfontosabb, hogy az embernek milyen személyes tapasztalatai alakulnak ki ugye a helyekről, egyáltalán hogy éri meg. De nekem még nagyon sok kérdésem lenne akkor a Szigettel kapcsolatban, de akkor ezt egy következő beszélgetésben akkor folytatjuk. Nagyon szépen köszöntöm eddig is, és akkor hamarosan jelentkezünk. Köszönöm, szia-szia! Szia!